Köszöntelek titeket, illetve az online nézőket is. Ma tehát szeretnék egy olyan kis bepillantást adni ebbe a területbe, ami bár elsőre bűnügyinek hangzik, de majd meglátjátok, hogy nagyon sok más tudományterület, tudományág is bekapcsolódhat a bűnüldözésnek a munkájába, illetve a hatékony felderítésbe. Mindennek, aminek van jövője, kell, hogy legyen múltja. Vannak új technikai eljárások, eszközök, amiket használhatunk a bűnüldözésben, azonban vannak olyan még állandó dolgok, amik megmaradnak, ilyenek például a kutyák is, akiket szintén használhatunk a felderítésben. Számos történelmi előzménye, írásos lelet, emlék van arról, hogy hogyan is alkalmazták már a kutyákat az ősidőkben. Például ezen a képen mancs látható, ha egy kicsit napjainkba gondolunk vissza, a híres mentőkutya, aki arra is képes volt, hogy élő és holt személyeket is felkutasson egyes katasztrófák helyszínén. Az egyik ilyen legsikeresebb, úgymond mentő akciója az izmiri földrengés után volt, mikor is 82 órával később megtalált egy életben lévő kislányt a romok alatt. Ugyanígy alkalmazták őket például a kutyákat a háborúkban, elsősorban üzenetek szállítására, továbbítására, sebesültek felkutatására, de akár visszamehetünk korábbra is, és a jobb alsó sarokban lévő kép nem a szürke 50 árnyalatának egy újabb eszköze, hanem egy olyan szöges nyakörv, amit már az ókori háborúkban is alkalmaztak, és ezekkel szerelték fel a kutyákat, beengedték őket a harcmezőre, és az ellenséget sajnos, akikkel együtt harcoltak, azokat is meg tudták sebesíteni, hogy a nyakukon ezt a szöges nyakörvet hordták. Alapvetően ma is, ugyebár számos különböző feladatra használunk kutyákat, különböző fajtákat is a rendőrségen vagy egyéb bűnüldöző szerveknél, és két nagy csoportra oszthatjuk az ő tevékenységüket. Az egyik a kereső tevékenység, ilyen lehet például robbanóanyag keresés, kábítószer keresés, vagy például tűzfészek kutató kutya alkalmazása, ami egy káresemény helyszínén deríti fel azokat az anyagokat, hogy honnan is indulhatott a tűz. Illetve vannak az azonosító kutyák, amit a jobb oszlopban láttok, illetve a jellemzőiket. Ezek általánosságban véve a nyomkövető kutyák, akik mindig egy konkrét embernek a szagát keresik, amit a bűncselekmény helyszínén hátrahagy az elkövető, vagy például a mentőkutyáknál is nyomkövetés esetén erről beszélhetünk, amikor egy konkrét szemét keres. A két különbség az ő munkájukban, hogy a kereső kutyák szagmemóriából dolgoznak, ami azt jelenti, hogy meg vannak határozva azok az anyagok, például kábítószer keresésnél, hogy mikre tanítjuk meg őket. Így, ha elmegyünk egy helyszínre, ahol kábítószert keresünk, nem kell megmutatni a kutyának, hogy lesz most kokain fogunk keresni, és itt a minta, keresd meg a helyszínen, hanem ő ugye már tudja, hogy mik azok az anyagok, amiket fel kell kutatnia. Ami nagyon fontos, és ki kell hangsúlyozni, minden egyes esetben a felderítés sikere, illetve az eljárásoknak a sikeressége függ attól is, hogy milyen a kutya kapcsolata a kutyavezetővel, akivel napi szinten dolgozik, illetve számos más egyéb tényezőtől is függ, a helyszíni sajátosságokat kell figyelembe menni, vagy például nyomkövetésnél a légáramlatokat, hogy hogyan is vannak a helyszínen. Képzeljünk el egy bűncselekményt, most mindannyian ti lesztek a CSI helyszínelőkből, akár Horáció Kén is, ha valaki azt szeretne lenni. Van egy fiktív bűncselekményünk, egy bankrablásnak a helyszíne, amit szeretnénk felderíteni. Először is meg kell határoznunk, hogy milyen nyomokat, anyagmaradványokat kutathatunk fel a helyszínen, hogyan kezdjük meg a helyszíni nyomozást, kinek milyen ötlete van erre. Mit hagyhatott hátra az elkövető, ami alapján új lenyomat, szuper. DNS minta. Oké. Okay. Jó, mind jó, amit mondtatok. Ezek olyan nyomok. Tessék? Szagminta. Ó, szuper. Hát akkor most le is lőttük a poént, hogy milyen egyéb anyagmaradványokat lehet találni a helyszínen. Nagyon fontos, hogy mindig a szemét azonosítsuk, hogy megoldjuk az adott bűncselekményt, és egy olyan egyedi tulajdonsággal rendelkező mintát kell találnunk az elkövetőtől, vagy éppen akit keresünk, ugye attól függően, hogy bűnügyi területen dolgozunk-e vagy sem, ami ő rá kizárólag speciális. Ugye ilyen lehet az ujjon például, a DNS, ahogy mondtátok, illetve a szagminta is. Az emberi szag nagyon érdekes tulajdonsággal rendelkezik, hiszen most itt nem látjuk, ugyanakkor
biztosan tudjuk, hogy a teremben, akik most itt ülnek, mindannyiatoknak a szaga rögzíthető lenne, és ha valamelyikőtök mondjuk bűncselekményt követne el, akkor ha tudnánk, hogy hol ült, akkor tudnánk rögzíteni az ő szagát is. Köszönöm szépen. Egy ilyen kis üvegbe kerülnek bele ezek a szagmaradványok, amit egy textillel rögzítünk, például most a székről is le tudjuk venni az emberi szagmaradványokat, majd letakarjuk egy fóliával, utána berakjuk egy ilyen üvegkonzervbe, és ezt majd később bűnjelként kezeljük, és felhasználjuk az eljárás során. Ilyen eljárás lehet például egy szagazonosító kutyának az alkalmazása, amikor összehasonlítja a bűncselekmény helyszínén hátrahagyott szagokat a későbbi lehetséges gyanúsítottaktól levett szagmintával. Hogy miért is egyedi az emberi szag, és miért tudunk erre következtetni, azt egyrészt természettudományos vizsgálatokkal is igazolták, már meghatározottan tudjuk, hogy három olyan főcsoportba osztható az emberi szag, az egyik ilyen és első a genetikailag determinált szag, ami azt jelenti, hogy örökletes, tehát szüleinktől kapjuk, meghatározott helye van a hatos kromoszómán, illetve egy nagy géncsoport felelős azért, hogy milyen lesz a saját egyedi szagunk. És ami érdekesség, hogy nem csak a bűnüldözésben, hanem számos más tudomány területen is alkalmazhatjuk ugye az emberi szagnak a vizsgálatát, hogyan hat ránk, például pszichológusok kutatják azt, hogy milyen jelentősége van a párválasztásunk során, nem mindegy, hogy ki az, aki szimpatikus számunkra elsőre, ezek mind olyan tudattalan történő folyamatok, amik egyébként az emberi szagokon alapulnak, és ez alapján döntjük el ténylegesen, hogy ki az, akihez mondjuk vonzódunk, mint társ. A másik nagy csoport, amiről beszélhetünk, azok a másodlagos szagok, ilyenek, amik a belső anyagcsere folyamatok által változnak a szervezetünkben. Ilyenek lehetnek például az izzadság által kibocsátott szagok, tehát olyan belső folyamatok, amik szintén az egyedi szagunkhoz járulnak hozzá. A harmadlagos szagok között pedig azokat említhetjük, hogy ki reggel mondjuk mivel fürdik, szappant használ, milyen tusfürdőt használ, dohányzik, nem dohányzik, esetleg van-e olyan speciális szakmája, ami kihat az ő egyedi szagára. Egyébként ezt hívják bukénak a szakirodalomban. Ma már nyilván nem olyan jelentéssel használjuk, de mindannyiunknak bukéja van. Ez a hármas csoport, ami meghatároz az egyedi szagunkat, és a kutyák képesek arra, hogy ezt a nagy egyveleget, ha ott hagyjuk mondjuk egy bűncselekmény helyszínén, akkor később össze tudják hasonlítani a kezünkről levett szagmintával, ami ugye majd a gyanúsított lesz, és úgymond meg tudja mondani üléssel vagy fekvéssel jelzi a kutyavezető felé, hogy azonosság van-e a két szagminta között vagy sem. A nyomkövetés is ugyanezeken alapul, tehát minden egyes másodpercben több tízezer olyan hámsejt válik le rólunk, amit hátrahagyunk, és ezen alapul a nyomkövetés technikája is, amin a kutya elindul, és fel tudja venni a szagot. Számos olyan tévhit van, akár a tévésorozatokból, filmekből, regényekből kifolyólag, amik például kicsit így elbizonyíthatnak minket, vagy akár ha valaki például védőügyvéd szeretne lenni később, akkor olyan lehetőségeket kaphat, amiken majd a bíróságon érvelhet, és védheti az ő terheltjét. Ilyen például lehet az, hogy valóban kábítószerfüggők a kábítószerkereső kutyák. Például egy a sok közül, nem kábítószerfüggők az ilyen kereső kutyák. Ami nagyon fontos, és meg kell egy kicsit értenünk az új technikai fejlődésben, hogy jelenleg nem áll rendelkezésünkre olyan műszer, ami a kutyát például helyettesíteni tudná, akár egy nyomkövetés során, akár például egy szagazonosító munka során, akármilyen fejlett technológiánk vannak, szenzorok, amikkel egyes szagkomponenseket meg tudunk határozni. Jelenleg a legfejlettebb műszerek is arra képesek, hogy meghatározzák az emberi szagnak a komponenseit bizonyos csoportokra, és aki például vegyész szeretne lenni, ez is egy nagyon klassz terület, hogy használhatná majd akár a bűnüldözés segítségével azokat a csoportokat, de nem tudjuk konkrétan még megmondani műszerek alapján, hogy ez most XY-hoz tartozik az adott szagminta, vagy esetleg máshoz. Tehát jelenleg korlátozottak az eszközeink,
Alapvetően a jövő bűnüldözése, illetve kicsit ilyen science fiction kategória lesz majd, ha valóban úgy megyünk a helyszínen, ilyen kis, ma már ugyanúgy létező elektromos orrokkal, de főként az élelmiszeriparban használják őket, hogy így sétálgatunk, és akkor az elektromos orrunk jelzi, hogy egy meghatározott adatbázis alapján, hogy hát igen, itt mondjuk Kovács Béla járt a helyszínen, nekünk már is lesz egy gyanúsítottunk. Amit viszont nem szabad elfelejtenünk, és nagyon fontos, hogy akár az új nyom, vagy a DNS, amit említettek, hogy miket találhatunk a helyszínen, ezek mindig csak arra adnak választ, hogy az adott ember járt a helyszínen. Azt nem tudjuk megmondani, hogy mikor. Járhatott ő a bűncselekmény elkövetésekor is a helyszínen, de járhatott például előtte egy nappal. Nyilván a szagok esetében azért vannak olyan törvényszerűségek, amiket figyelembe veszünk, hogy mondjuk 2 héttel a bűncselekmény elkövetését megelőzően, ha valaki jár a helyszínen, nem lesz már akkor a koncentrációban jelen az ő saját szaga. A ti szagotok is nyilván a terem légkondicionáltal függően mondjuk holnapra már nem lesz megtalálható itt. Ami szintén nagyon fontos az új technológiai fejlődésre, hogy olyan eszközöket használhatunk, amikre kicsit érdekes módon, de vissza kell nyúlnunk az állatokhoz. Itt például Nyugat-Európában már olyan sasokat használnak, pont drónoknak az elfogására, mivel ugye a drónok nagyon gyorsak, nem lehet őket detektálni minden esetben, ezért sasokat tanítottak meg arra, akiknek természetes vadász ösztönük, hogy ugye elkapják már a levegőben a zsákmányukat, és sikeresen tudják alkalmazni például ilyen drónoknak egyrészt a felkutatására őket, másrészt ugye az ellenséges megfigyelés szempontjából a kiiktatásukra. Ami szintén érdekesség lehet, hogy mind amiről beszélünk, elektromos orr, akár DNS adatbázisok, ugye ezek nagyon szenzitív személyes adatok, és nyilván szép lenne a jövő, ha lenne egy olyan adatbázisunk, hogy megszületünk, rögtön tudjuk a DNS-ünket, ezt eljuttatják a bűnöző szervekhez, tudni fogják, hogy a mi szagunk hogyan épül fel, az is meg lesz egy adatbázisban, és valóban, ha majd sétálunk a helyszínen, akkor rögtön kapjuk az adatokat, hogy ki járt ott. Ugye ez nem ilyen egyszerű, illetve hát nem is szólhat erről a jövő bűnözése, muszáj olyan garanciákat beiktatnunk, hogy például ne legyenek visszaélések a jövőben ezzel kapcsolatban, és például a 3D nyomtatás is egy olyan terület, amit már a bűnözésben elkezdtek használni, a 3D térszkener technológiák. A középső képen egy kinyomtatott újnyom látható, ami egyébként alkalmas lehet arra is, hogyha ezt magunkra húzzuk, és úgy követünk el egy bűncselekményt, nyilván másnak az újnyomát fogja tartalmazni, és úgy hagyunk nyomokat hátra a helyszínen, akár megérintünk egy asztalt, akkor tévesen arra következtethet majd a nyomozó hatóság, hogy az az illető járt a helyszínen. Tehát nagyon óvatosan kell bánnunk a jövővel, és nyilván be kell építenünk ehhez garanciákat is. Az első képen egy térszkenner látható, például, ami pedig a bűnügyi nyomozást, a helyszínelés munkáját könnyíti meg. Nagyon fontos, hogy vannak olyan nyomok, például egy hóban található lábnyom, amire ugye korlátozott idő áll rendelkezésre, hogy információt gyűjtsünk róla. Nem tudjuk gipszel kiönteni például, nem tudjuk rögzíteni, és csak mondjuk egy fényképfelvétel áll jelenleg rendelkezésünkre, hogy bármilyen adatot vagy később összehasonlítási alapul vegyük ezt a lábnyomot, de például egy ilyen térszkenner segítségével digitalizálhatjuk akár a mélységét a lábnyomnak, utána előhívhatjuk újra digitálisan ezeket az adatokat, később összevethetjük ezeket, tehát számos olyan új lehetőség van, ami viszont megkönnyíti ezt a munkát, és nyilván ezeknek az új eszközöknek, eljárásoknak azért van egy korlátja, hogy nem mindent higgyünk el, amit mondjuk egy CSI sorozatban látunk. Tehát a magyar rendőrség nem használ hammeröket, nincsen egyszemélyes Sherlock Holmes-uk, mint Horáció Kén, aki egyszerre kihallgat, nyomot rögzít, persze még a családját is ott össze-vissza bevonja az esetekbe bizonyos helyszíneket. Tehát nagyon fontos a csapatmunka, a kooperáció, és a bűnözés is egy olyan terület, ami
ami tulajdonképpen több más tudomány ágból, illetve azoknak az eredményei alapul, ahogy említettem az előadás elején is. Gondoljunk csak például a Dexter sorozatra, ahol vérnyomanalízis történik. Ugye jó lenne ott is tudni, hogy hogy vannak a fizikai törvényszerűségek, hogy cseppel le mondjuk az áldozatnak a vére, ha különböző eszközökkel követik el mondjuk az emberölést. Tehát számos olyan területet vonhatunk be, amivel egyébként együttműködés alapján sikeresen megoldhatjuk ezeket a bűnügyeket. Ami szintén érdekesség, talán egy kicsit visszacsatolva az új nyomokhoz, hogy ugye ma már az okos telefonok korában, nyilván vannak előnyei, hátrányai, ki hogy magyarázza, nagyon sok telefon ugye el van látva ilyen új nyom feloldó gombbal, aminek segítségével csak akkor tudjuk ugye az információkat kinyerni a telefonból, vagy akár telefonálni. Például egy ilyen nyomtatott újnyom is alkalmas arra, hogy másnak a telefonjának az adataihoz hozzáférjünk, mert ugyanúgy fel tudjuk vele oldani. Aminek még szintén szerepe van itt a sok high-tech technológián kívül, az pedig mindig a személyes tudás, hogy hogy állunk hozzá, hogyan gondolkozunk nyomozóként. Nagyon fontos, hogy miket figyelünk meg, hogyan következtetünk ezekre. Például ugye most a Sherlock Holmes sorozatok szintén a virágjukat élik, és próbálják bemutatni, hogy hogyan is gondolkozik egy nagy nyomozó. De nagyon fontos, hogy mi, mikor, hol és mit látunk. És igazából én ezzel szeretném zárni az előadást, hogy miket figyelünk meg. Kedves kollégám, aki behozta a szagmintát, rávonatkozik ez a kérdés, és most őt láttam el az elkövető titulusával. Nem tudom, hogy melyikőtök emlékszik arra, hogy milyen cipő volt rajta, vagy milyen jellegzetessége volt, akár ruhában, vagy esetleg ki emlékszik arra, hogy az első diasoron, a jobb felső sarokban milyen elkövetési eszközt helyeztem el. Tehát nagyon fontos, hogy mindig figyeljünk, és sosem tudjuk, hogy mi az információ, ami majd szükséges lehet számunkra. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket!